Köszöntjük a 700-as klubban. Örülünk, hogy bekapcsolódott adásunkba. Izrael gyors csapásra készül az iráni rakéta támadásra válaszul. Tervben lehet az iráni atomlétesítmény támadása, amit Biden elnök nem támogat. Az izraeli szárazföldi erők a Hezbollah ellen Dél-Libanonban harcoltak. Itt több katona elesett a harcokban. Paul Strand tudósít Jeruzsálemből. Az izraeli vezetők gyors válaszcsapást ígértek Irán rakéta támadására. Benjamin Netanyahu miniszterelnök találkozott a felső katonai és civil vezetőkkel, hogy átgondolják a lehetséges célpontokat, köztük Irán olajfúrótornyait, vagy akár az atomerőmű létesítményeket, ahogy közelebb járnak a nukleáris fegyverek előállításához. Biden elnököt kérdezték a támogatásáról. A válaszom nem. Megbeszéljük az izraeliekkel, hogy mit fognak tenni. Biden azt mondta, hogy Izraelnek arányos választ kell adnia, miután az ENSZ főtitkára nem ítélte el azonnal és konkrétan Iránt a támadás miatt. Izrael külügyminisztere megvádolta Antonio Guterrest, hogy mélyen Izrael ellenes. Katz nem kívánt személynek ítélte a főtitkárt Izraelben, akit kitiltott az országból. Katz kommentje után Guterres így nyilatkozott az ügyről. Ismételten elítélem Irán támadását Izrael ellen. Ugyanezen az ülésen Irán nagykövete kijelentette, hogy a keddi rakétatámadás Izrael ellen szükséges és arányos volt, ahogy ő nevezi, Izrael folyamatos agresszív terror cselekményeivel szemben, ami magába foglalja Irán proxy hadseregének a vezetőinek megsemmisítését, csipogóik és walkie-talkie-uk felrobbantását és IDF szárazföldi csapatok küldését Dél-Libanonba, hogy megsemmisítsék a terrorcsoportokat. 8 katona meghalt a Hezbollah elleni összecsapásban, testüket nem sokkal utána evakuálták. A küldetés tovább folytatódik, ami a terroralagutak, bázisok és fegyverek megkeresése és megsemmisítése Dél-Libanonban. Irán elnöke figyelmeztetett, ha Izrael kiterjeszti a támadást a Hezbollah, vagy fellép Irán ellen, erősebben fognak visszaütni. Izrael ENSZ nagykövete azt mondta, Irán masszív támadása bebizonyította népirtási szándékát. Ez nem csak eszkaláció, hanem direkt támadás a létezésünk ellen. Közel 10 millió izraeli kényszerült óvóhelyre, ahogy a rakéták becsapódtak, de sokaknak a hite legyőzte a félelmet. Nem féltünk. Valaki fentről vigyázott ránk. Isten védi Izrael népét. Nincs mitől félnünk. Az izraeliek megtartják a Rosh Hashanát. Ezek az ünnepek kiemelt éberséggel telnek, főleg a háború miatt. Paul Strand, CBN News, Jeruzsálem. A mai napon van a Rosh Hashana ünnepe, ezért egy pillanatra emlékezzünk meg a történelem folyásáról. Ha a jelenlegi konfliktust vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy a valóságot teljesen kiforgatták, hiszen az ENSZ folyosóin, a biztonsági tanács ülésein elhangozhatnak olyan állítások, miszerint Izrael terrortámadásokat hajt végre, ami engem egyszerűen elrettent, hogy egyáltalán megfogalmazhatnak ilyet. Ez mind október 7-én kezdődött. Az egészet a Hamas kezdte egy brutális támadással civilek és Izrael ellen. A Hezbollah rakéták sorozatát lőtte ki egy focipályára, ahol gyermekek játszottak. És még mindig az a kérdés, hogy ki a hibás? Izrael nem hibás. Ők csupán a szuverén területüket ért támadásokra reagálnak. Mint egy, az ENSZ által elismert nemzet, minden joguk megvan az önvédelemre, ahogy az összes zsidónak, egészen az 1924-es Sanremo-i határozatig visszamenőleg. Ha visszatekintünk ezekre, igenis láthatjuk, hogy joguk van az önrendelkezésre, amit nem máshol, mint az őshazájukban, Izraelben gyakorolhatnak. Ki kell állnunk Izrael mellett? Nos, sokakban felmerül a kérdés. Az utolsó időkben élünk? Amire az én válaszom az, hogy közelítünk. Ez egy újabb szülési fájdalom, ezért most is, mint mindig, a Bibliához kell fordulnunk. Mi más jelenthetne számunkra inspirációt és vigasztalást ezekben a szörnyű napokban, amikor Izrael államát a terrorizmus újbóli célpontjaként ballisztikus rakéták sora éri? Nos, az eheti Tóra részlet a könyv legvégéről származik,
mivel a Rosh Hashanához, az évfejéhez érkeztünk. Szóval ezen a szombaton ezt a részletet fogják felolvasni világszerte a zsinagógákban, ami nem más, mint Mózes éneke, ami a következő versszakkal zárul. Keresztényekként tudnunk kell, hogy ez az ének nagyon fontos és meghatározó szerepet játszott a tanítványok és apostolok gondolkodásmódjában is, akik az Új Szövetség szerzői voltak. Pál apostol többször is idézte ezt a szakaszt az Apostolok cselekedeteinek könyvében, és főként a rómaiakhoz írt levelében. Következzen hát az utolsó versszak. Ennek a rabbinikus tanításnak visszhangoznia kell a mai keresztények szívében, szerte a világon, mert a rabbik szerint Mózes énekében megjelenik az emberiség történelme, amit ha olvasunk, az egész történelmet megismerhetjük, amit Mózes, Isten prófétája kijelentett. Így olvashatjuk tehát Mózes 5. könyvében a 32. fejezet 43. versszakában. Újjongjatok ti nemzetek, ő népe, mert ő megtorolja az ő szolgáinak vérét, bosszút áll az ő ellenségein, földjének és népének megbocsát. Ez az a vers, ami miatt Pál apostol azt mondta, és egész Izrael megmenekül. Tartsuk ezt szem előtt ezekben a nehéz időkben. Izrael meg fog menekülni, hiszen Izrael Isten szemefénye, és ezen senki nem tud változtatni. A Helen vihar most délkelet felé tart, ahol a keresési és mentési munkálatok folytatódnak. Közel egy hét telt el azóta, hogy a hurrikán történelmi áradásokat okozott a térségben. Ez a második leghalálosabb vihar ebben az évszázadban. Legalább 190 ember vesztette életét, és több százan eltűntek. Teljes pusztítás a délkeleti részen. Egész közösségek semmisültek meg a Helene hurrikán által okozott történelmi áradásokban. A halottak száma nő, és több száz ember eltűnt, köztük John Norwood menyasszonya is. Kinéztünk, egy 10 méter magas vízfal kövekkel és fadarabokkal együtt közeledett felénk, és egyszerűen ledöntötte a házat, miközben mindannyian bent voltunk. Ő az egyik irányba sodródott, én a másikba. Az utolsó, amire emlékszem, hogy mondtam, hogy szeretem. Egész szomszédságukat Meremben, Észak-Karolinában teljesen elpusztította az árvíz. John-t hordágyon mentették ki, és még mindig keresik Julie-t. Olyan sokan szeretik őt. Nagyon erős. Lore Meidinger azt mondja, hogy még mindig keresik az anyósát. Gyerekeket fogadott be, akik nem az övéi. Ő a legerősebb nő, akit ismerek, így nehéz nem hinni abban, hogy még van remény. Minden nap, minden másodpercben imádkozom, hogy megtalálják, és hogy biztonságban legyen. Miután Florida nyugati partját elérte, a 4-es kategóriájú Helene hurrikán áthaladt Georgián, Karolinán és Tennessee-n. Példátlan mennyiségű esőt zúdított a térségre. Sokan még mindig áram, telefon és vízszolgáltatás nélkül vannak. Patricia Miranda patakvizet használ a WC-k öblítésére és a ruhák mosására. Biden elnök 1000 katonát küldött a térségbe, akik csatlakoznak a már ott lévő több mint 6000 nemzeti gárdistához. Tegnap az elnök repülőről nézte meg a pusztítást Észak-Karolina nyugati részén. Azért vagyok itt, hogy elmondjam, az Egyesült Államok a nemzet önök mellett áll. Nem hagyjuk itt önöket, amíg újra talpra nem állnak. Az Operation Blessing a helyszínen van. Vizet, élelmiszert és egyéb szükséges dolgokat osztanak szét. Különösen fontos, hogy itt legyünk, mert a vihar miatt megszűnt a víz, áram és mobiltelefon szolgáltatás. Hihetetlenül sokan rekedtek a hegyekben, vagy veszítettek el mindent, és nem tudnak segítséget kérni, mert alig van térerő. Ezért kritikus, hogy eljuttassuk az üzenetet. Imádkozzanak a csapatunkért és az itteni lakókért, mert nagyon nagy szükségünk van rá. Az Operation Blessing Georgiában is segít. Önkénteseik melegételt osztanak ebben a parkolóban, és segítenek a lakosoknak a pusztítás utáni helyreállításban. Belinda Kripp sérült otthonánál eltakarítják a törmeléket, fóliát húznak a tetőre, és vigaszt nyújtanak neki, miközben könnyeivel küzd, ahogy meséli, hogyan imádkozott telefonon a fiával. Úgy érzem, gyorsan szüksége van egy ölelésre. Az Operation Blessing nemzetközi segélycsapata is Észak-Karolinában van, hogy részt vegyenek a katasztrófa elhárítási erőfeszítésekben. Jenna Browder, CBN News. Can you make something?
Tasha Layton vagyok. Keresztény otthonban nőttem fel, Bibliát olvastam minden nap, és nagy izgalommal szolgáltam Istent. Missziós utakra mentem, nagyon lelkes voltam. Aztán sokakhoz hasonlóan én is megtapasztaltam egy komoly krízist a gyülekezetben. Nem tudtam összeegyeztetni, hogy valaki kereszténynek mondja magát, és közben hazudik másokról. Nagyon bántó volt, főleg tinédzserként. Megrendültem, nem tudtam, hogy ki is vagyok Krisztusban. Kételkedtem, hogy Jézus az volt, akinek mondta magát. Nagyon sértett voltam. Zenét tanultam a főiskolán, mert mindig is a zenével akartam szolgálni Istent, de aztán a zenéről a vallásokra cseréltem a szakomat, és próbáltam az igazságot keresni mindenfelé, ahol csak lehetett. Ebben az időszakban mentem buddhista meditációs táborba, voltam zsinagógában, mecsetben, egy nyáron át miszticizmust tanultam Európában. Mindent megtettem, amit tudtam, hogy megtaláljam az igazságot. Úgy láttam, hogy ezekben a más vallásokban az igazság egy darabkája van. Egy kis darabja, vagy kis megtestesülése, de sosem volt egységes számomra. Egyik sem volt olyan, amitől megváltozott volna a valóm, vagy megváltoztatta volna az életem. Nagyon magányos voltam, és azt gondoltam, senki sem ért meg engem. Akkor értem a legmélyebbre, amikor öngyilkosságot próbáltam elkövetni. A kollégiumi szobában voltam, és egy pisztolyt fogtam a fejemhez. Egy barátom jött be pont akkor a szobába, és látta, hogy mi történik, és ő csak átölelt. Én meg összetörtem. Az összes többi vallásban törekedni kell arra, hogy elérjék Istent. Jónak kell lenni, jó dolgokat kell tenni, vagy el kell érni a megvilágosodást, vagy az isteni állapotot. Rájöttem, hogy a kereszténységben Jézus jött hozzánk, lejött a földre, és amikor Isten kegyelmére gondolok, ő mindig velünk lesz. Ő az, aki akkor bejött a szobába, és tudtam, ez most más, és tudtam, hogy Istent akarom szolgálni a szellememmel, lelkemmel, elmémmel. Visszamentem a gyülekezetbe, és újra éreztem Isten szellemét. Úgy éreztem, hogy Isten igazsága a fejemből, a szívembe szállt. Így kezdődött a gyógyulás útja az életemben. Eszembe jutott Isten hívása, amikor még tinédzser voltam, és elhatároztam, hogy újra ezt követem. Szemináriumba jártam Kaliforniában, és amikor végeztem, egy gyülekezet dicséret vezetője lettem. Barátaim nézték az egyik zenei tehetségkutató versenyt, és kérdezték, hogy nem akarok menni. Végül kikötöttem az American Idol-ban, abban a szériában, amelyikben Tori Kelly és Lauren Daigle is volt. Jó volt, és el is gondolkodtatott, hogy valami ilyet kellene csinálnom, így jutottam el a profi énekléshez. Ma már dalokat adok ki, turnézom, mind dicséret vezető. Nem sokkal azután, hogy ide költöztem Nashville-be, találkoztam a férjemmel. Összeházasodtunk, ő író és producer. Két kisgyerekünk van, nagyon szeretjük a családunkat, és élvezzük az életet. Az Into the Sea dal arról szól, hogy rendben lesznek a dolgok. A 46. Zsoltár az alapja. Ez most egy olyan időszak, amikor erre az üzenetre nagyon szükségünk van. Azt szeretem a dalban, hogy egyszerre szól egyéni helyzeteknek és a világunknak is. Azt hiszem, több szinten is kapcsolódhatunk hozzá. Azt mondanám mindenkinek, aki a hitét kérdőjelezi meg, hogy Istent nem ijesztik meg a kérdéseink. Ő már elvégezte a munkát. Kegyelem árad belőle. És ez sokkal szebb, mint bármi más ezen a földön, amit megtapasztalhatunk, ami megtörténhet velünk.
Üdvözlöm Önöket újra a CBN hír stúdiójából. Egy Kentucky-beli gyülekezetben ünneplik, hogy 76 ember döntött nyilvánosan Krisztus követése mellett egy vasárnapi istentiszteleten. A Morelandi Better Life Churchben pedig több mint 80-an döntöttek úgy, hogy bemerítkeznek. Köztük 50-en spontán döntöttek a vízkeresség mellett azután, hogy a gyülekezetben az ébredésről szóló tanítássorozatot tartottak. Ezekre az istentiszteletekre sokan meghívták barátaikat és családtagjaikat, hogy hallják az evangéliumot. Az alkalmakra 1700-an mentek el. Ugrásszerűen megnőhet a népszerű Chosen bibliai sorozat nézettsége a következő években. Miután a Jézus és tanítványainak életét és szolgálatát feldolgozó angol nyelvi sorozat hatalmas nézői táborra tett szert. Most pedig azon dolgoznak, hogy több száz nyelvre lefordítsák a sorozatot. A Chosen már most több mint 50 nyelven elérhető. A Kamenci alapítványnak az a célja, hogy 600 nyelvre lefordítsák a sorozatot, amivel világszerte még több ember tud elérni a műsor. A további legfrissebb híreinkért keressék fel a cbnnews.com oldalt. Én már a búcsúzom, adásunkat azonban folytatjuk. Tartsanak velünk! Pam biológiai apukája egy gyilkos volt. Nevelő apja pedig egy szexuális ragadozó. Pam éveken keresztül alkohollal próbálta meg elűzni a fájdalmát. Sikertelenül. Emlékszem, fel alá rohangáltam az utcákon újra és újra. A 8 éves Pam egy meleg nyári alabamai napon tudta meg, hogy édesapja brutális módon megölte az édesanyját. Apját ezért 50 év börtönbüntetésre ítélték. Csak sikítani tudtam föl és leszaladgálni. 8 évvel később Pam életében egy másik erőszakos férfi is börtönbe került. A nevelő apukája, aki őt és kisebb testvérei nevelését átvette, miután édesapját elítélték. Pam feljelentette nevelő apját, mert verte és molesztálta őket. Őszintén szólva, attól a szorongástól, ami bennem volt, nem tudtam sokat enni. Annyira féltem, ha látok magamról egy képet 10 évesen. A rettegést látom. Pam 11 éves volt, amikor rájött, hogy alkohollal elviselhetőbb az élete. Szerettem. Tompította a rossz érzéseimet, a fájdalmat, és tudtam az első perctől kezdve, hogyha nem szeretnék emlékezni valamire, nem szeretnék felelős lenni valamiért, csak innom kell. Pam hallott Jézusról és Istenről, amikor a nevelő anyukája elvitte őt és a testvéreit templomba. Nem hittem el, hogy érdeklem, hogyha foglalkozol valakivel, hogy engedheted meg, hogy ez megtörténjen. 8 év szenvedés után összeszedte a bátorságát, és a hatóságokhoz fordult. 16 éves alkoholistaként nem töltötte el teljes nyugalommal, amikor nevelőapját 20 év börtönbüntetésre ítélték, így úgy döntött, hogy egy üvegcse gyógyszer lenyelése az egyetlen esélye. Segítségre volt szükségem, depressziós voltam, szorongtam. Nem tudtam enni. Borzasztóan éreztem magam, mert a fiú és lány testvéreim el voltak választva. Mindez pedig a nevelőapukám tárgyalásával egy időben történt. Ezek együtt egy öngyilkossági kísérlethez vezettek. Sikertelen öngyilkossági kísérlete után egy rövid időre a pszichiátriára került. Pam éveken keresztül folytatta a harcot a depresszióval, öngyilkossági kísérletekkel és alkoholizmussal. Soha nem is fordult meg a fejemben, hogy abba hagyjam az ivást. Azt gondoltam, hogy a fennálló életem már így kell leélnem. 20-as évei tele voltak csalódással és bukással. Csatlakozott a hadsereghez, ahonnan kirúgták. A házassága válással végződött. Elveszítette a fia fölötti felügyeleti jogot is. Amikor ismét terhes lett, az abortuszt választotta. Az alkohol után jött a kokain. Ezzel harcolt a magánytól való növekvő félelmével. Majd a szexbe menekült. Hatalmas düh és harag volt bennem. Az volt az elvem, hogy elkaplak, mielőtt te kapsz el. Mert senkiben nem bíztam. Barátai győzködték, hogy kérjen segítséget, de nem hallgatott rájuk. 30 felé közeledve úgy érezte, senki sem segíthet. Sajnos, még Isten sem.
Lehetetlen, hogy visszajöjjek mindabból, amit tettem, a sok hazugságból, titkokból, amiről senki sem tudott. Isten is látja, hogy nincs rá mód. Aztán egy este egy bulin nem tudott berúgni, akármennyit is ivott. Egy hangot hallottam a semmiből. Ez a te életed, de te mindig csak kívülről figyeled. Még egy zsúfolt szobában is egyedül érzed magad, de én veled vagyok. Teljesen ledöbbentem. Csak néztem, ez ki volt? Nem ismertem ezt a hangot. Kikészített, mert ez volt a legőszintébb hang, amit valaha hallottam. Annyira igaz. Mindegy, hol voltam, milyen helyen és kivel, mindig egyedül voltam, magányosan. Az anonim alkoholistákhoz ment és kitisztult, de akkor sem engedte be Istent az életébe. 4 évvel később, már 32 évesen a válás szélén volt, kislányát nevelte, és még mindig depresszióval küzdött, és gyerekkori félelmével, hogy senkinek sem kell. Beleegyezett, hogy Isten tiszteletre megy, mert egy barátja azt mondta, hogy Jézusnál mindent megtalál, ami hiányzik neki. A gyülekezetben ülve rájött, hogy a barátjának igaza van. Kérlek, segíts, szükségem van rád. Aznap megkértem, hogy jöjjön be az életembe. Megadtam magam. Reménységet adott, mert nekem nem volt egyáltalán. Isten igéjét tanulmányozva a depresszió és a magányosság elszállt. Még annak is képes volt megbocsátani, aki annyi fájdalmat okozott neki, ahogy felszabadult arra, hogy kézbe vegye az életét. Semmit sem akartam jobban, mint megszabadulni a régi élettől. Ezért az ige megelevenedett a számomra, és hittem benne. Tanulmányoztam, szívembe véstem. És most már itt él bennem. Ez a mindenem. Most már Pam és férje Robert is Krisztus követője, és boldog házasok. Ő az ügyvezetője a ProLife szolgálatnak. Történetét arra használja, hogy segítsen másoknak érezni Jézus szeretetét, és rátalálni saját útjukra. El sem tudom képzelni, hogy élnék enélkül a szabadság nélkül. Ez a legjobb élet, de tényleg. Az a reménységünk Jézusban, hogy tudjuk, ez még nem is minden. Ez az élet még nem minden. Sokkal több jön. Sokkal több minden vár ránk. Ez az élet közel sem minden, ami vár ránk. Van, hogy amikor nehézségeken megyünk keresztül, a szívünk megkeseredik Isten felé, és azt kérdezzük, hol voltál? Hol voltál, amikor ez történt velem? De amikor Isten Pamet megszólította, azt mondta, veled voltam. Egy bukott világban élünk, ahol igazságtalan dolgok történnek. Jó emberekkel rossz dolgok esnek meg, és nincsenek magyarázatok. Látjuk ezt a világ eseményein, napjainkban is, nemhogy a történelemben. És mindezek között Isten azt mondja, veled vagyok. Ha megkeményített a szívét amiatt, amin keresztül ment, amiatt, amit elkövettek ellene, vagy emberek miatt, akik cserben hagyták, higgy el, Isten ön mellett van, ebben a pillanatban is. Nem véletlen, hogy hallotta Pam történetét, vagy hogy ezt a műsort nézi, ezért kérem, figyeljen. Ezt mondja a Biblia. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak. Immé újjá lett minden. Sehol a világon nincs más, ami ilyen lehetőséget nyújtana az újrakezdésre. Nem kell, hogy a múltja diktálja a jövőjét. Nem kell, hogy a múltja diktálja a jelenét. Az ön döntésétől függ, hogy hagyja-e. Ma döntsön a szabadság mellett. Jézus azt mondta, azért jött, hogy kiszabadítsa a foglyokat. Kiszabadít a skatujákból, a bánatból, a fájdalomból, a bántalmazásból, és minden dologból, ami megfosztaná attól, amit Isten előre elkészített.
Nem kell tovább, hogy így éljen. Mindennek véget vethet még ma, ahogy Pam is. Csak mondja ki, Jézus, szükségem van rád. Befogadlak a szívembe, az elmémbe, a gondolkodásmódomba, a körülményeimbe. Kérlek, bocsáss meg a bűneimet, és gyógyíts meg. Befogadom a veled töltött örök élet ígéretét. Ezt mondja az ige az örök életről. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amit Isten készített az őt szeretőknek. Engedje meg Istennek, hogy szeresse önt, majd szeresse viszont, ahogy új kezdetet és új reményt ad önnek. Ha imára van szüksége, bátran írjon a képernyőn látható e-mail címünkre. Isten áldja önöket, holnap újra jövünk. A viszontlátásra!